teljesen új kör. A héten találtam rá neten. Bármi, elég sűrűn szoktunk erre futkározni. Nem pont teljesen ezt a kört. Több részletbe. Már végigjártuk szinte a teljes útvonalat. Egy fél maratoni táv, 21 km, 900 körüli szinttel. Nézzétek, milyen gyönyörű. Na, tera, beleesik vagy nem esik bele? Kösz a bizalmat. Nem esik bele. Ez itt a pillanatok egyike. Vagy ő vagy én mindig beleesünk a patakba. Nagyon durva, azt gondolnád, hogy simán bírsz futni, de ilyen sunyin a fű alatt megbújik a sár, és hát egyből. Na mindegy. Meg volt az első pont. Magunkhoz híven természetesen. Megint? Tovább mentünk. Így nekünk plusz egy kilométer. De hát, van ez így. 3/1/3-ával készül. Héten kaptuk meg a második oltásunkat. Az első eléggé kicsinált. A második nem volt olyan vészes. Úgyhogy azért is mertünk eljönni az erdőbe. Már én tegyen bringáztam azért egyet. Teri megdolgozott. Valakinek pénzt is kell keresni, ha már én nem találok. Na jó, ez nem igaz. Csak most egy wattmérőt kell vegyek, meg laptopot kell vegyek, meg... Igaz, anya? Jó, persze, igen. Kerékkel a kocsira. Ja, meg... Gumit is kéne venni az autójára. Már nem az én autón, nem is értem, miért nem veszek rá. Most úgy mutatja, hogy nekem, hogy kapjon be. Na mindegy. Na, ide értünk a harmadik ellenőrző ponthoz. A másodiknál nem volt térerő, így se túl sok. Úgyhogy itt a harmadik ponton olvastuk be mind a két ellenőrző kódot. Könnyen megtaláljátok a prédikáló szék felé vezető táblákon, két helyen is kint van. Úgyhogy most jön a túra keményebb része, föl kell mennünk a prédikálóra, amit hát azért elég meredek. Itt az eleje nem olyan durva, de hát itt most már előteljes gyaloglás. A Prédiről van egy jó kis történetem.
De a lányom olyan. Mennyi lehetett Rebi? 5-6 éves? Mikor legelőször voltunk? Na mindegy. Rebivel jöttünk. Hát aki járt már erre tudja, hogy milyen terek. Majd kb. Az út közepén apa kakilnom kell felkiáltással. Benyomtam, hogy már pedig ő be fog kulázni. Nagyon jó volt. Gondolhatjátok. Erre ennyit. Megyünk mászni volt állókövekhez. Nem a kedvenc területem, mit nem mondjak. Tudjátok, nem dagirak való vidék. Tehát nézzétek meg, terem ott baktatáló. Nincs ilyen könnyű lennék, mert fönt lennék a tetőn. De nem vagyok. Csak felértünk. Vadállok következ. De még azért felmászni a prézire. De most annyira nem lesz vad. A kilátáshoz über. Van egy videóm, amit beteszem ide a linkbe. Valahova ide, így. Mint a Pilis. Pix of Pilisen csináltam. Ott más volt az időjárás. December közepén hónos eső, eső, fagy, szél, minden jó. Ez kellemes egy túra volt. Ez a pulzuson az most eléggé a plafonon. Na ide felértünk, minden kb. Már csak lefele kell futni. Van benne egy minimális emelkedő. De ezeket az utakat már nagyon ismerjük. Egy darab, 5-6 kilométer volt, amit még nem ismertünk. Úgyhogy ez elég újdonság. Még nem jártál itt. Mindenképp gyere ide. Nézd meg. Itt a szikla meg a karcolom. Buddhista, vagy hindú, vagy nem tudom. Lenne. Ő vigyázzánk. Na csak felértem ott Prédire. Majd egy másik videóban bevágok ide anyagot, mert nem akarom húzni az időt. Majd kifussunk a limitből. Utolsó másfél kilométer. Nem videóztam, mert kicsit késősbe vagyunk. Eltévedtünk egy kilométert, rávertünk. De megszenvedtem a Prédire följönni. Úgyhogy találkozunk a célba. Na, sikerült megérnünk. Persze kicsúsztunk a szintidőben, ami másnak 20,8, az nekem 22,3 lett. Na mindegy, ez van. Vegyetek be sótablettát. Hát egy kicsit. Na mindegy, amúgy jó volt. Nagyon jó futható. Fasza, mindenkinek ajánljuk. És most jött a kerti parti. Szevasztok! Akkor.